Jövőre ismét lesz pénzhét, a pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hetét Bankoljunk okosan címmel indítják el, a korszerű pénzkezelés megoldásaival foglalkozik majd a tematikus eseménysorozat. Tavaly 102 000 diák kapcsolódott be a rendezvényekbe, ami a fiatalok pénzügyi tudatosságát növelte. A következő évben vállalkozói kompetenciafejlesztő gazdálkodással is foglalkoznak majd. A pénzhétre november 15-től lehet regisztrálniuk az iskoláknak a pénzhét.hu portálon. Vendégem Ceglédi Zsanett, jó estét kívánok, aki egy másik alapítványtól jött, az OTP Fáy András Alapítvány oktatási központjának intézményvezető helyettese, de azért ehhez a témához, amit most itt az előbb felvezettünk, sok köze van ennek az alapítványnak, hiszen elsőként jutott eszébe az alapítványnak, hogy növelje a fiatalok, a gyerekek, a középiskolások pénzügyi tudatosságát. Miért fontos? Nagyon sok tulajdonképpen kutatás is foglalkozik azzal, hogy hol állunk mi magyarok, a pénzügyi kultúránk milyen, miben kell fejleszteni magunkat, és hát főleg a fiatal korosztályt, hiszen eddig nem volt divat az iskolákban pénzügyi ismereteket tanulni. Mi indította el ezt az egész kezdeményezést? Maga az OTP Fáy András Alapítvány közel 25 éve foglalkozik a pénzügyi tudatosság fejlesztésével, és ugye az elmúlt évek tapasztalatai alapján például olyan események, mint a 2008-as nagy világgazdasági válság indította el azt a projektet, amit OK projekt néven nevezhetünk, amelyben pontosabban létrejött maga az oktatási központ először 2012-ben Budapesten, majd első vidéki központként 2014-ben Nyíregyházán. Az oktatási központ fő profilja a pénzügyi tudatosság fejlesztése, ahol is egészen másodiktól 12. évfolyamos diákokat várunk tréningekre. Nem egy szokványos tanórát kell elképzelni, vagy egy oktatást, hanem a tréningeken az élményszerzés, az inspiratív pedagógia módszereivel próbáljuk átadni ezt az elsőnek egy kicsit száraznak hangzó témát, mint a pénzügyi tudatosság, vagy a gazdaság, gazdálkodás, pénzügyek. Ugye ma már arról is lehet hallani, és a Magyar Nemzeti Bank is elindított ezt a pénzhét eseménysorozatot, és nemzeti stratégiának mondják a pénzügyi tudatosság kialakítását, vagy fejlesztését ugye a magyar lakosság köré. Miért van erre szükség? Visszatudok csak térni azokra a nemzetközi kutatásokra, ahol mi lemaradunk. Miben maradunk el, vagy miben maradunk le? Magában a pénznek a kezelésében. Nagyon sokan arra hivatkoznak például, hogy nincs is mit kezelni. Ugye innen indulnak ki a problémák leginkább, de van, mivel hogy mindenki pénzből él, úgyhogy leginkább tudnak mivel gazdálkodni. Csak ez a gazdálkodás hiányzik. Ugye a pénzügyi tudatosságot, hogy hogyan is lehet megfogni, leginkább életmódként lehet tekinteni, pénzügyi tudatos emberekről beszélhetünk. A pénzügyi tudatos embernek több tulajdonsága van. Például ugye meg tudja teremteni magának az anyagi biztonságot, és ugye ez már egy munkával, egy biztos keresettel előteremthető. Ha ez megvan, akkor döntési szabadságot hozhat létre, amelyben ugye benne van például az, hogy előre tervez. Nagyon sokan, nagyon sok kutatást itt is meg lehetne említeni, nem terveznek előre, nem hogy hosszú távon, ugye ami több mint 5 évet jelent, hanem lehet, hogy a következő évet se tudják, lehet, hogy a következő hónapot se tudják megteremteni. Ebben pedig lehet a ludas az is, hogy nem elég tájékozottak a pénzügyi területeken, milyen pénzügyi termékeket használhatnak például. Jó, hát ezt most alátámasztjuk, hogy szükséges tanítani a pénzügyi ismereteket. Ha azt kérdezem, hogy mivel mérhető egy ember pénzügyi intelligenciája, akkor mi a fokmérője ennek? Rengeteg kutatást lehetne erre is találni, de én azt emelném ki leginkább, ugye, hogy diákokkal foglalkozunk, hogy a leginkább a pénzügyi intelligencia náluk akkor nyilvánul meg, hogy milyen szükségük van rá, és hogy mennyire alacsony vagy magas, amikor kilépnek a való életbe. Mondjuk 18 évesen, amikor elköltöznek otthonról, kilepülnek a biztonságból, és hogy akkor derül fény arra, hogy tájékozatlanok ilyen területen, amikor már külön háztartást kell vezetniük, albérlet, csekkek, különböző költségek, különböző termékek, amelyeket saját maguknak kell használni. És ekkor derül ki az, hogy mennyi mindent kellett volna megtanulni ugye az elmúlt 10 év során. Igazából a példát is kellett volna otthon látni, hogy hogyan készül el egy családi költségvetés, vagy ezt most leírják-e, vagy csak elmondják, vagy egyáltalán milyen formát ölt egy családi költségvetés, vagy ma a magyaroknak a 50-60%-a nem készít ilyen családi költségvetést, mondván azt tényleg, hogy hát miért
miért, hiszen a hó végén úgyis kifogynak a pénzből, de hát a példamutatása szerintem itt is rettenetesen fontos lehet. Nagyon fontos, pontosan, mi erre fel is hívjuk a tréningeken a figyelmüket. Valahol tényleg nem készítenek egyáltalán családi költségvetést, vagy ha készítenek is a szülők, úgy gondolják, hogy a gyerekeket nem kell ebbe bevonni, hogy ők miért is foglalkozzanak ezzel a problémával esetleg időzőjelben, hogy nekik nem kell még foglalkozni a pénzzel, pedig nagyon is bele kéne őket vonni, és ha nem is családi költségvetést, hanem egyéni költségvetést ugyanígy csinálhatnak, és ezt a tréningeken mi be is mutatjuk, hogy hogyan is tudnak a saját kis pénzükkel gazdálkodni, esetleg a zseppénzt kapnak, írják fel minden egyes költségüket, mire mit költöttek, és akkor itt újabb beléphet a tervezés folyamata, a következő hónapot ez alapján meg is lehet tervezni. Nagyon fontos az, hogy megvédjék magukat a pénzügyi ragadozóktól, és ugye az ember legnagyobb pénzügyi ragadozója a saját maga, és egy ilyen terv készítésével már saját maga ellen is tud védekezni, hogy ne vásároljon felesleges itt dolgokat. A túlköltekezésre kell a túlköltekedés például, de ez is csak az egyik eleme ennek. Illetve hát itt is a kiadások terén a tudatos tervezés az pontosan. Nagyon fontos. No, egy másik kutatás, mert ugye most aztán belelapozgattam én is néhány ilyen kutatásba, és takarítások terén. Én azt láttam, hogy a magyar lakosság az 50 év feletti 59-69 éves korosztály takarít meg. Holott az ember azt gondolná, hogy igazából a 20 éveseknek, a 30 éves korosztálynak kell, vagy kellene inkább megtakarítania. Igen. Az öngondoskodás nagyon fontos ennél a korosztályra, ugye a 25 év felettieknél, csak az a baj, hogy egyelőre nem gondolnak erre. Ebben a korosztályban tényleg még az a legfontosabb, hogy saját lakást, kocsit szerezzenek, a családalapításra fordítsák a pénzt, és ezek ugye a jelen gondjai, problémái, megoldandó ügyei, és ezért nagyon kevesen gondolnak arra, hogy mi lesz velük mondjuk nyugdíjas korukban. A nyugdíjas korosztály meg már ugye esetleg tud fordítani arra, hogy a későbbi generációknak gyűjtögessen, nem is saját maguknak, hanem ugye ők már a gyerekeikre, unokáikra gondolnak. Így ebben található úgymond ennek a kutatásnak úgymond az eredménye, de mi ösztönözzük a gyerekeket arra, hogy igenis az öngondoskodás nagyon fontos, nem számíthatnak úgymond másra, csak saját magukra. No, nézzünk egy másik nagyon fontos területet, ez a hitelezés területe. Az elmúlt években azért a devizahiteleken nagyon sokan megégették magukat, és akkor arra gondolnánk, hogy odafigyelnek jobban az emberek, ugye már nincsenek lakossági devizahitelek, illetve inkább a forint hitelek kerültek előtérbe lakásvásárlásnál, és stb. Stb. De még mindig vannak különböző hitelkonstrukciók, hiteltermékek. Ismerik-e ezt az emberek? Mi azt tapasztaljuk, hogy nem. Ugye mindenki azt hiszi, hogy ez a téma őt nem érinti, és nem is érintheti. Egy kicsit félnek ettől a témától, és ez abban, a maga a félelem abban rejtőzik, hogy nem ismerik. Ugye amit nem ismerünk, attól természetesen egy kicsit félünk. A tréningeken mi arra fordítjuk a hangsúlyt, hogy mindent ismerjenek meg, tájékozódjanak, akár a hiteleket is. Pont a 12-es tréningünkön ugye már az életre, a való életre készítjük fel a diákjainkat, és ösztönözzük őket arra, hogy tájékozódjanak, hogy milyen hitelek vannak, mit érdemes később felvenni, vagy mit nem érdemes felvenni. Megmutatjuk az érem mindkét oldalát, és azt, hogy hogyan is tudnak dönteni, mikor érdemes kockáztatni, és mikor érdemes inkább a biztos utat választani, vagy esetleg az arany középutat. Hogyan jut el az önök oktatása, vagy ezek a hasznos és elengedhetetlen információk, akár itt Nyíregyházán, de bárhol máshol, a középiskolában még erről beszéljen egy picit? Az iskolák jelentkezhetnek hozzánk, valamint mi is meg szoktuk keresni az iskolákat. Általában osztályok szokták hozzánk érkezni, de csoportokra bontva, mivel a tréning módszert annak az a lényege, hogy minél kisebb csoportokban egy 15 fővel foglalkozzunk egy tréningen, és mindenkire tudjunk időt fordítani, és hogy a játékossággal ezt a száraz témát is úgymond befogadhatóbbá tegyük a diákoknak. Mert ugye például, ha meghallják a kockázatvállalás fogalmát, akkor ugye felteszik a kezüket, és úgy gondolják, hogy ez most nekik egy kicsit magas és értetetlen, de mondjuk, ha egy célba dobó analógiáján keresztül megértik azt, hogy mi is az, hogy kockázatot vállalni, az már befogadhatóbb számukra. Úgyhogy várjuk a jelentkezést az iskoláknak, és akkor nyugodtan jöhetnek hozzánk, de akár az utazó trénereink bármely iskolába is elmennek. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm.